A Koppány csoport szervezésében vagyunk itt. A Koppány csoport egy otthonvédő társadalmi szervezet. Az én tudomásom szerint 1956. október 23-a óta ez az első olyan magyar civil szerveződés, amelyik önkéntesen az emberi és az erkölcsi szolidaritást magyar honfitársaiért önzetlenül vállalta. Mit jelent ez? Saját szememmel láttam, hogy a Koppány csoport tagjai, beleértve törékeny hölgyeket is, vállalták a veszélyt számukra ismeretlen honfitársaikért azért, mert erkölcsi szolidaritást kívántak vállalni azok mellett, akikkel kapcsolatban meggyőződésük az, hogy bizonyos társadalmi és politikai csalás áldozatai, beleértve a bankokat, beleértve azon volt kormányzati és jelenlegi kormányzati érdekcsoportokat, akik abban voltak érdekeltek, hogy emberek tízezrei, sőt százezrei közvetlenül fenyegetetve legyenek abban, hogy otthonukat elveszítsék. Ezek az emberek nem azért vannak fenyegetve, mert nem voltak hajlandók fizetni a havi kamatokkal együtt a bankok által eredetileg a szerződések alapján kikötött kölcsön- és hitelösszegeket. Nem ezért, hanem a mai napig megmagyarázhatatlan okból a bankok egymás után indokolás nélkül olyan hihetetlen kamatokat alkalmaztak, melyeket a százezerek már nem tudnak fizetni. Az erkölcsi szolidaritásnak pedig az a lényege, amit apáink és nagyapáink 1956. októberi forradalmában láttak és hallottak, és melyeket nekem is elmeséltek, hogy az egyik magyar kiállt a másik magyarért önzetlenül. Nos, ezt csinálta a Koppány csoport 22 év úgynevezett polgári demokráciájában, az egyetlen civil szerveződés, mint ahogy említettem, amelyik önzetlenül vállalta a honfitársaiért történő kiállást. Akik kiálltak a számukra sok esetben ismeretlen otthon tulajdonosokért, azok vállalták azt a veszélyt, hogy a rendőrségi karhatalom akár brutalitással, erőszakkal elviszi őket, bilincsben, arról nem is beszélve, hogy különböző atrocitásoknak lehettek a szenvedő alanyai a különböző rendőrségi fogdákon, beleértve a megaláztatást, beleértve a bilincsben történő elvitelt, beleértve az utólagos pénzbüntetést. Mi ez, ha nem erkölcsi szolidaritás? Hiszen ők is mondhatták volna, nem az én lakásom, nem az én tulajdonom, nem? Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy az a cél, hogy a devizahitelesek ügye Magyarországon valahogy optimálisan megoldódhasson, az csak és egy és kizárólagos módon történhet. Ha nem annyian leszünk, mint amennyien most, hanem százszor ennyien, ha kell ezerszer ennyien, és teljesen mindegy, hogy baloldali vagy jobboldali kormánya lesz ennek az országnak. Ha vagyunk annyian, akkor kénytelenek lesznek velünk leülni és tárgyalni, és kénytelenek lesznek kompromisszumot kötni. 100 000 emberrel el tudunk indulni, 500 000 emberrel már nincs esélye egyetlen kormánynak se, hogy minket ne vegyen figyelembe. 1 millió emberrel a hátunk mögött kénytelenek lesznek leülni velünk tárgyalni. És most mondom a végső kijelentést, az álom, ha 1,5-2 millió magyar állampolgár rájön, hogy létkérdés az egység, akkor képletesen mondom, a háborút megnyertük. Én meggyőződéssel állítom, a tömegerő a mindenkori politikai hatalom mindennapi ellenőrzésére kell, hogy szolgáljon. Ha ehhez a szükséges tömegbefolyást meg tudjuk szerezni, akkor gyakorlatilag az az álom egyszer majd talán teljesülhet, amiért itt most valamennyien itt vagyunk. A devizahiteleseknek pedig azt szeretném most röviden mondani még, hogy mindenki, aki ebben érintett vagy érdekelt, vagy akit a lakáskörítés közvetlenül vagy akár közvetlenül fenyeget, haladéktalanul, és még egyszer ismétlem, haladéktalanul nyújtsa be az illetékes bíróságon annak a szerződésnek semmissé nyilvánítása iránti kereseti kérelmét, melynek tárgyában
az a bank lesz az Alperes, amelyik elő annak idején megkötötte a szerződést. Elengedhetetlen. Azt is gondolom, tudjátok már, hogy a kúria, mely a volt legfelsőbb bíróságnak a jogutódja, gyakorlatilag elvileg egyetért, hangsúlyozom, elvileg egyetért a devizahitelesek érdekeivel. Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a lakáskirítési végrehajtások Magyarországon leállnának, és hogy a rendőrségi brutális kirítések megszűnnének. Ezért nagy tisztelettel kérlek benneteket, rokonok, ismerősök, barátok tekintetében, terjesszétek a lehető legszélesebb körben azt a szükségletet, hogy minél több devizahiteles forduljon keresettel az illetékes bírósághoz. Azok a célkitűzések, amelyekért mi itt vagyunk, azok alapvetően jellegzetességükben nem politikaiak. De ahhoz, hogy ezeket a célokat elérhessük, ahhoz sajnos a legfelsőbb politikai döntés megszületése elengedhetetlen és szükséges. Kénytelen vagyok 1989. június 16-ára visszaemlékezni. Bizonyára vannak itt még köztetek páran, akik tudják, hogy ez a nap Magyarországnak mit jelentett. Ez a nap volt, közel 200 ezeren voltunk, ez a nap volt az a nap, amikor a néhai Nagy Imre miniszterelnök úr temetésén gyakorlatilag egyszer s mindenkorra a puha diktatúra kudarcát és összeomlását megkezdte. Ez volt az a pillanat, amikor a volt MSZMP már nem tudta sem erkölcsileg, sem a végrehajtó hatalom útján a hatalmat hosszú távon fenntartani. Én személyesen részt vettem ezen a tüntetésen, és ott, a mai napig emlékszem, egy szakállas fiatalember volt az egyik felszólaló. Ez a szakállas fiatalember diákkinézésű volt, fiatalos lendülettel, szenvedéllyel, hittel, és minden olyan megnyilvánulással, melyben az egybegyűltek arra a meggyőződésre jutottak, hogy az ez ember a diktatúra helyett egy valós polgári demokráciáért fejti ki egyébként radikálisan a beszédét. Nos, ezt az embert úgy hívták, hogy Orbán Viktor! Ezt azért voltam kénytelen nektek most elmondani, mert azóta 22 év eltelt, és az a fiatal ember ma Magyarország miniszterelnöke. Nos, igen tisztelt miniszterelnök úr, mert nekem meg kell adnom a tiszteletet Magyarország mindenkori miniszterelnökének, és ezt remélem megértitek. Miniszterelnök úr, lehetséges-e az, hogy ez az ország politikailag, gazdaságilag, társadalmilag és szociálisan ma már alatta van az 1989-et elért Magyarország szintjének? Ez lehetséges? Lehetséges-e az, hogy a nyugati civilizált világ súlyos kritikát és aggodalmat jelentett be a világ sajtóban Magyarországgal szemben a magyarországi demokrácia jelenlegi állása és negatív fejlődése tekintetében? Ha ezt mi elértük, hát bizony nagy munka volt ezt elérni, de akkor ez sikerült. Sajnos ezt a negatív cinizmust is el kellett mondanom. Lehetséges-e, hogy hazánkban ma már nem csak tízezrek, hanem százezrek éheznek minden nap, beleértve gyermekeket is? Lehetséges-e, hogy hazánkban honfitársaink tömegei számára a mindennapi élet kilátástalanná vált, és az emberi nyomoruk drámaivá vált? Lehetséges-e, hogy a tömegek elvesztették azon lehetőségeiket, hogy emberhez méltó életet élhessenek? Lehetséges-e, hogy százezereket fenyegetnek közvetlenül és közvetve, ahogy említettem, az otthon kiürítések? Nos, miniszterelnök úr, ezekre a kérdésekre, ha tetszik, ha nem, a Magyarország jelenlegi kormányának választ kell majd adnia, valószínűleg belátható időn belül. Mindannyian tudjuk, hogy 2010 óta nem lehetett csodát tenni ebben az országban, hiszen volt az azt megelőző 8 év. Ezzel mindannyian tisztában vagyunk. De azzal is tisztában vagyunk, hogy ígérgetésekkel ez az ország
és a 10 millió ember nem megy semmire. Csak a tettekre, csak az eredményekre lehet a nyilvánosság előtt hivatkozni. De ígéretekre, hogy majd és a társadalmi siker és a gazdasági siker küszöbén vagyunk, azt már egyetlen magyar kormány sem engedheti meg, 22 év tragikus múltja és szenvedése tapasztalatainak az ismeretében. Ezért tisztelettel kérem Magyarország jelenlegi miniszterelnökét, hogy azt a petíciót, amit Vajda Attila, mint a Polgári Nemzeti Jogvédő Egyesület országos elnöke itt ma meghirdetett, szíveskedjék illetékes tárcát kiadni, és kezdődjenek meg a hivatalos tárgyalások a civil szervezetek és a magyar kormány között. Köszönöm szépen!